Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép estén. Végtelenül boldog vagyok, hogy egy nagyon mosolygos, bájos anyukát mutathatok be, három gyerekes anyukát mutathatok be itt mindenkinek. Erről a hölgyről azt kell tudni, hogy három kamasz gyereke van, ami a mostani világban, én azt gondolom, hogy egy jó kis lecke, mint volt pedagógus, mondhatom ezt. Köszöntök mindenkit, Herman Tetsz a webinár csoportjában, akik ezt a ma estét velünk töltik, vagy ezt az alkalmat velünk töltik. Erről a hölgyről azt kell tudni, hogy aerobik edző, hogy nagyon komoly üzlete van, és nagyon nagy üzlete van, nagyon a maga bájával és dinamikájával, nagy tempóval építi ezt a vállalkozást, és hogy miért fölmerülhet a kérdés. Fölmerülhet az a kérdés, hogy mi volt az, ami számára fölkeltette az érdeklődést. Hát először is a termékek. Ugye három gyereke volt, egyértelmű, hogy a termékekre szüksége volt. Aztán, amikor a kislányával már a gyerekes vége fele járt, akkor gondolkodott azon, hogy vajon mit lehetne csinálni, hogy a családja mellett is meg tudjon maradni, igazán igazi anya tudjon lenni, ő tudja elvinni a különböző edzésekre, foglalkozásokra a gyerekeket, és akkor jobban belenézett az üzlet kínálta lehetőségbe, és hát nagyon megtetszett neki. Olyannyira megtetszett neki, hogy igloo menedzser lett, hogy komoly csapata van, és én nem is akarom itt tovább húzni és elvenni az ő perceit, úgyhogy nagyon, én is nagyon figyelek, fogadjuk nagy szeretettel Kisné Szalai Böbét. Szia Böbe, tiéd a szó. Sziasztok! Köszönöm szépen a bemutatást! Szeretettel köszöntök mindenkit én is ebben a webinárban. Nagyon örülök, hogy mai lehetek az, aki beszélek nektek a Forever üzlet lehetőségéről, és már is megosztanám veletek azt a diát, amit én készítettem a mai estére, illetve a mai webinárra, és akkor, ha minden igaz, akkor most így teljes méretben látszik nálatok és mindenkinél. Szóval, az én életem, az 2007-ben, illetve a családom, az így nézett ki 2007 évelején tavaszán, amikor én találkoztam a Forever üzlettel. A gyerekeim akkor 2 és 7 évesek voltak, és én anyukaként, nekem az volt a célom akkor kisgyermekes anyukaként, hogy keressek pénzt úgy, hogy közben jut időm a gyerekekre, tudok abban segítségükre lenni, hogy kiteljesedjenek abban, amiben nekik tehetségük van. És ez azt igényelte, hogy én a délutáni órákban, kora délutáni órákban, illetve nekik megfelelő időben is rendelkezésre tudok állni anyukaként. És azt tudtam, hogy biztosan nem szeretnék egy 8 órás munkaidőbe visszamenni dolgozni, mert akkor azt is tudtam, hogy az összességében nem 8 órás elfoglaltságot jelent, hanem legalább 9-et, de inkább 10-et, és akkor nem lesz időm a gyerekekre, és én ettől írtóztam attól, hogy gyakorlatilag minden este rohanva fogok hazajönni, és akkor kezdek neki a háztartásnak, és akkor a gyerekekre meg aztán végképp nem jut idő, hogyha őket időbe akarom lefektetni. Tehát így nézett ki az én életem 2007 tavaszán a pici gyerekekkel, és amire én bíztatlak most ma este, hogy gondolkodj el azon, illetve kérdezlek, hogy gondolkodtál-e már, hogy hyan élhetnél, hogyha bárhogyan, hogyan élnél, hogyha bárhogyan élhetnél. Tehát hogyan elgondolkodtál-e, hogy hogyan néz neki az életed. Hogy vagy egy élethelyzetben most alkalmazottként, vállalkozóként, vagy kisgyermekes anyukaként, vagy akár apukaként, és hogy mi az, amit megvalósítanál az életedben, ha úgy igazán nem létezne akadály. És én arra biztatlak, hogy tedd meg, hogy elgondolkodsz rajta, és most, hogyha jegyzet és toll és papír is van a közeledben, akkor írd le néhány dolgot, ami most így megfogalmazódik benned majd akár későbbiekben itt a webinár alatt is, vagy egyébként szállj arra időt, hogy elgondolkodsz ezen. Hiszen nagyon sok olyan dolog van, úgy gondolom, hogy megfogalmazódik az emberben, főleg, ha itt a képeket nézzük, akkor utazás, egy szabad élet, egy minőségi élet, egy akár évente több utazás, sőt, miért ne,
nem csak egy vagy kettő, hanem akár több is, sőt, több idő külföldön. Tehát az első lépés az az, hogy megfogalmazd azt, hogy mi az, amit szeretnél megvalósítani az életedben, és már csak azért is, mert hogyha megvan az, hogy mind szeretnél változtatni, akkor te ma ehhez egy jó eszköz fogsz kapni a webinár által. Én láttam egy olyan jövőképet, amiért érdemes elindulni itt az üzletben. Hiszen találkoztam egy olyan emberrel, akikhez én becsatlakoztam, itt a kép jobb oldalán láttok engem a férjemmel, és mellettünk a szőkehajú hölgyet, és mellette a férjét, Léránt Karcsi és Lérántné Tóth Edina, ők azok, akikhez én csatlakoztam, nagyon sokat köszönhetek nekik. És általuk láttam az első időszakban egy egészségtudatos életmódra lehetőséget, láttam azt, hogy anyagi biztonságot teremthetek. Azt még nem nagyon hittem el az elején, hogy ez nekem hogy fog működni, de a lehetőséget láttam. És ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert ha te most először hallasz erről a lehetőségről, vagy akár már hallottál, de most így egy üzleti webinárt kompletten most nézel meg először, akkor biztos benned is sok kétség van, és lehet, hogy azt fogalmazódik meg benned, hogy ó, persze, itt sok mindenki keres sok pénzt, de hát az másnak sikerül, és neked pedig még eddig sose, és akkor ezután is kétséged van, hogy hogyan. Az az igazság, hogy itt lesz, aki neked ebben segít. És van egy olyan mentorod, aki most is meghívott ide, és az ő kezét megfogva, ebben biztos, hogy sikeres fogsz tudni lenni. Tehát láttam azt, hogy anyagi biztonságot van lehetőség, amit megteremteni. Hiszen erre azért, lássuk be, nem sok helyen van lehetőség. Lehet sok helyen sok pénzt keresni, de az anyagi biztonság az ennél azért sokkal több. Aztán azt is láttam, amire nagy-nagy igényem volt, ahogy az előbb is mondtam, hogy minőségi időt tudjak tölteni a családommal. És lehet, hogy te most itt este ülsz és nézed ezt a webinárt, este 9 óra van, vagy most éppen élőben, de ha visszanézed, akkor pedig valószínűleg a neked megfelelő időben nézed vissza. Lehet, hogy éppen anyukaként alszik a gyerkőcöd otthon, és te kisgyermekes anyukaként épp az alvás időben megnézed ezt a kb. Fél órát, vagy amikor neked van rá lehetőséged. És amikor pedig szüksége van a családodnak, akkor ott vagy velük. És ez azt gondolom, hogy minden, de minden erőfeszítést megér. Én legalábbis így gondolkodtam. Láttam azt az elején, hogy lehetőségem van jutalom utazásokra. Olyan jutalom utazásokra, amik nem is akárhová visznek el. És ezt a képet itt most, ez több helyen is készült ez a kép, ami ugye a háttér nem látszik, de maga a helyszín. A bal felső az Phoenixben, a bal alsó az pedig Tájföldön, és a jobb felső is Tájföldön, és a jobb alsó pedig szintén Phoenixben. És én ezek voltak azok az utazások, amik annyira, de annyira vonzóak voltak a számomra már a kezdetektől, de még nem nagyon hittem, hogy hogyan fogok eljutni. Egyszerűen csak annyira akartam, hogy tudtam, hogy egyszerűen valamikor én biztos, hogy ilyen utazásokra fogok elmenni a Forever-rel. Aztán a személyiségfejlődés, amit azért érzek egy hatalmas kincsnek, hiszen én legelőször, amikor elolvastam az első könyvet itt a Network Marketingben, az Robert Kiyosakinak az Üzleti Iskola című könyve volt. Az nem a network marketingről szól, hanem az a cash flow-ról szól, a pénzáramlásról, hogy milyen időbefektetéssel hogyan tud az ember pénzt keresni. És akkor abban a könyvben én azt olvastam, hogy olyan céget keres, ami arra tanít meg, itt a network marketing cégekről beszélek, ahol te nem arra tanít, hogy jobb értékesítő legyél, hanem arra tanít, hogy hogyan válj jobb emberré. És ez annyira, de annyira igaz a Forever üzletre, hogy azt gondolom, hogy mindannyian kidolgozunk, ezt messze menőkig nagyon-nagyon meg tudjuk erősíteni, és valószínűleg az az ember is, akitől te ennek a webinárnak a linkjét megkaptad. A személyiség fejlődésed által valójában egyre nagyobb és nagyobb üzletet tudsz birtokolni. És ez a kulcsa egyébként a fejlődésnek, és abban annak, hogy minél több pénzt keresel, és minél nagyobb üzleted legyen, és minél szabadabb életed legyen. És hát megtanultam azt is, és azt is láttam, hogy itt lehetőségem van hosszú távon gondolkodni. És hosszú távra tudok tervezni. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. Hiszen sok helyen lehet rövid távon sok pénzt keresni, lehet rövid távon több szabadidő, és a többi. De az, ahol hosszú távon olyan jövőkép van, mint itt a Foreverben, én nem találtam másik ilyen céget. És
Hála Istennek volt lehetőségem közelebbről is találkozni már kétszer is a jobboldali úriemberrel, aki Rex Moon, ő alapította a Forever vállalatot, amit ma már úgy hívunk, hogy The Aloe Vera Company, hiszen a világ legnagyobb aloe vera gyártó és forgalmazói cégének vagyunk az üzleti partnerei, és van erre lehetőséged neked is, hogyha úgy döntesz. 78-ban alapította Rex Moon ezt a vállalatot, azóta is családi tulajdonban van, és a képen balra pedig Greg Moon, az ő fia, aki már átvette ennek a vállalatnak a vezetését. Végtelenül jó kezekben vagyunk, és egy olyan következő 40 éves jövőképünk van, hogy azt gondolom, hogy talán ez egészen egyedülálló. Amit még tudni érdemes a Forever vállalatról, hogy több mint 160 országban kínál piaci lehetőséget. Miért fontos ez? Érdemes abba belegondolni, hogyha valaki hagyományos vállalkozást hoz létre, lehet, hogy van egy jó ötlet, és lehet, hogy van akár még pénze is, bár jó sok kell hozzá, azt gondolom, főleg, ha nemzetközi piacra akar valaki kijutni. Tehát lesz majd itt egy dia arról, hogy miért is ez egy átlagon felül lehetőség egy átlagembernek, de minden esetre most így röviden annyi, hogy én azt gondolom, én magam legalábbis biztos, hogy nem lettem volna képes egy olyan vállalkozást létrehozni, amiben lehetőségem van ilyen óriási globális céget felépíteni. Szinte biztos. Tehát pénzem biztos nem lett volna annyi, sok 10-100 millió, inkább 100 millió, amennyi ehhez kell, és hát olyan kapacitás, és olyan termékfejlesztés, és egyebek, tehát elképesztő, ez mind-mind adott nekünk. Aztán készpénzben gazdag és hitelmentes, ez egy anyagi biztonságot ad. Azt gondolom, hogy bátran és büszkén lehetünk a Forever üzleti partnerei. 2,6 milliárdos a dollár az éves bevétele a Forever vállalatnak, tehát egy nem kis cégről beszélünk. Eszméletlen biztos alapokon áll, és az, hogy ez az éves bevétel, ez egy folyamatosan növekvő összeget jelent, ez azt mutatja, hogy végtelenül profi a cég abban, hogy olyan termékeket fejleszt, amire van kereslet a világpiacon, és ez nagyon nagy biztonságot ad nekünk, hogy olyan termékekkel dolgozunk, amik eladhatók, amik az emberek kedvére vannak, hogy így fogalmazzak, a fitness és wellness területen a leges legfejlődőbb iparág az, amiben mi működünk. És egy kézben tart mindent ez a vállalat. Ez azt jelenti, hogy a termeléstől a feldolgozáson, a csomagoláson át, és a termékek fogyasztóhoz való eljutatásán keresztül egy kézben van minden. Nagyon fontos. Nem függ a vállalat semmiféle külső beszállítótól. És hát ahogy az előbb mondtam is, folyamatos a növekedés. És hát a nemzetközi jelenlét ebben a bizonyos 160 országban. Ez azért fontos ez a kép, mert bizony sok-sok nagy áruház hálózat és áruház láncolatnál több és több országban van jelen a Forever vállalat, mint ezek a bizonyos áruházláncok. Tehát egy óriási vállalkozás létrehozására van lehetőség, és mindenkinek úgy gondolom nincs olyan ember, akinek ne lenne külföldön ismerőse, és csak képzeld el, hogy őt megszólítva szintén már egy másik országban el tud indulni egy vállalkozási lehetőség. Aztán, ami számomra még nagyon fontos, hogy itt ezen a dián a Forever küldetés nyilatkozatát olvashatjátok. És ez így kezdődik, és így szól az első mondat, hogy olyan gyümölcsöző környezetet építünk, melyben az egyének méltóságukat megőrizve azok lehetnek, akik lenni akarnak. Tehát ebben a ehhez a vállalkozáshoz kapcsolódva, a Forever vállalathoz kapcsolódva mindenkinek lehetősége van azokat a célokat elérni, amiket ő szeretne. Ha termékfogyasztó szeretne lenni, akkor termékfogyasztó. Ha nagykeráron szeretne vásárolni, akkor nagykeráron. Ha valaki a saját termékeit szeretne ingyenesen, akkor arra van lehetősége. És ha pedig egy hatalmas globális vállalkozást szeretne, egy igazán szabad életet megteremtve, akkor pedig erre. És nekünk pont ez a feladatunk itt, hogy mindenkinek ezt mutassuk meg. És ez már régességen nem arról szól, hogy bárkit is győzködjünk, vagy bárkit is rábeszéljünk valamire, ugye, mint hogy a network marketingről ez így elterjedt így korábban. Én azt gondolom, hogy ma már ez az iparág, és ez a szakma olyan gyönyörűen fejlődött, hogy
hogy szó sem lehet olyanról, hogy bárkit is győzködni kellene, hiszen én azt gondolom, hogy ez az egyik legvonzóbb lehetőség, ami az ember életébe kerülhet, sőt azt mondom, hogy egy család életébe a létező legjobb lehetőség, hogyha network marketingbe kerül, és az embernek van lehetősége, a családoknak van lehetősége kivenni azt, amit ők szeretnének, akár csak már alapban azt, hogy egészségesen tudnak élni, és támogatják a szervezetüket azokkal a termékekkel, amiket egy ilyen cég forgalmaz, és a mi cégünk forgalmaz. És ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy a network marketing és a Forever vállalattal való közös munka egy átlag ember átlag feletti lehetősége. És nézzük meg, hogy miért beszélünk erről. Azért, mert nincs hatalmas pénzbefektetés. Tehát tudjuk azt, biztos mindenkinek van ismerőse, illetve akár többeteknek saját vállalkozása is, nem 1-2 millióból lehet elindítani egy hagyományos vállalkozást, hanem sok-sok-sok pénzből, úgy, hogy mire azt az ember viszont látja, hát lehet, hogy az sok-sok évbe beletelik, 3-5 évben minimum, de inkább még több. Aztán ami nagyon fontos, hogy a neked megfelelő időben tudsz dolgozni, és ez az, ami nekem kisgyermekes anyukaként igazán kincset jelentett, de egyébként most is teszem hozzá. Tehát most már, amikor nagyobbak a gyerekeim, én most is szeretek velük délután időt tölteni, most is fontos nekem, hogy tudjunk együtt ebédelni, most is fontos, hogy ha úgy adódik, akkor én közös időnk legyen délután, bármilyen formában. Hogyha például, mondok egy példát, az én nagylányomnak délutáni színházi tánc előadása lesz, akkor én azt is el tudok menni megnézni, akár 2 órakor. Nekem ahhoz nem kell kivennem szabadságot, hanem én úgy döntök, hogy akkor elmegyek, és a munkámat úgy alakítom ennek megfelelően. Ez elképesztő nagy kincs, nincs az ember függőségben a munkahelyétől, és ezt ki lehet alakítani ebben a vállalkozásban. Itt is kell dolgozni, gyorsan hozzá tenni, hogy nem az történik, hogy az egész nap minden másra elmegy, mint arra, hogy az ember dolgozzon. Tehát megvan a munkaidő, csak a nekem megfelelő időben tudok dolgozni. És ez bizony nem mindegy. Aztán, ami nagyon lényeges, és egy igazi kincs szintén, hogy egy teljes képzési rendszer áll a rendelkezésére mindannyiunknak online és offline, hogy fejlődjön, tanuljon, megtanulja ezt a szakmát, és profin tudja működtetni. És azért nagy kincs a teljes képzési rendszer, mert egy hagyományos vállalkozó annyira, de annyira egyedül van, hogy ő hogyan fejlődjön, hogy miként, milyen termékeket vonjon be a vállalkozásába, milyen szolgáltatásokat indítson el, nincs senki, nincs, aki ebben neki segítene, teljesen saját magára van utalva. És sokszor én azt is látom, hogy az emberek az embereket meg kell tanulni azt is, hogy valóban itt nincs egyedül senki, hanem minimálisan egy ember, de ez tényleg nem is így van egyébként, hanem minimálisan egy csapat fogja a kezét, aki segít neki abban, hogy valóban ő sikeres legyen biztatással és minden egyéb mással, anyagokkal és egy csomó mindennel, ami segít neki abban, hogy sikeres legyen ebben a vállalkozásban. És egyébként egy támogató csapat sokszor a leges legnagyobb kincs. Aztán, ami nagyon fontos, hogy nincsen alkalmazottad. Tudjátok, biztosan tudjátok, hogy mennyi sok pénz az egy hagyományos vállalkozásban, hogy az ember alkalmazottat tartson, utána a járulékfizetés. És hát ugye meg kell bízni ezekbe az emberekbe, rábízod a vállalkozásodat, azt, amit te felépítettél. Aztán kell, hogy legyen árukészleted, nem is akármennyiért, milliókért. És hát üzlethelységed, olyan helyen, ahol te ott tudsz működni, és jól működtetni egy vállalkozást, és ezek mind nem kellenek ahhoz, hogy te a Forever üzletben sikeres legyél. Tehát nem kell, hogy te milliókat beruház, nem kell, hogy alkalmazottad legyen, magadért dolgozol, nem kell, hogy az árukészletről gondoskodj, hiszen a Forever minden biztosít ebben. Óriási dolog, azt gondolom. És nézzük azt, hogy mit adhat neked is ez a lehetőség. Egy picit erről már beszéltem a korábbi diák kapcsán, de egy némileg más szemszögből megvilágítva. Hát lehetsz a saját főnököd. És ezt egyébként tanulni kell, hogy ebben hogyan tud az ember jól dolgozni. Azonban azt gondolom, hogyha megéred benned azt, hogy szeretnél változtatni, szeretnél egy átlagon felüli életet, és ehhez hajlandó vagy egy átlagon felüli cselekvést végrehajtani, akkor neked ez egy jó lehetőség lesz. És nekem tanulnom kellett az elején az időbeosztást, a megfelelő időbeosztást,
És szépen lassan tényleg megtanultam, hogy hogyan legyek a saját főnököm, és hogyan osztam be úgy az időmet, hogy valóban mindenre is jusson. Ha ez vonzó számodra, akkor az a jó hírom, hogy ezt itt meg fogod tudni valósítani. Aztán kapsz egy közösséget és egy támogató csapatot, ahogy ezt az előbb is mondtam. Olyan embereket, akik közös gondolkodáson vannak már most is veled, akik szintén egy jobb életet szeretnének, akik nem panaszkodni jönnek ide és sírni azon, hogy nekik hú de rossz életük van, hanem azt keresik, hogy hogyan tudják megteremteni azt az életet, amit ők szeretnének. És a jövőben néznek, víziójuk van, itt csupa olyan embert találsz, akinek víziója van arról, hogy milyen életet szeretne, és e felé halad nap, mint nap. Én azt gondolom, hogy ez egy kincs. Tehát aki lehúzó környezetben dolgozik a saját alkalmazotti munkahelyén, hát néhányszor eljön közénk egy rendezvényre, mint amilyen nem például most hétvégén is voltunk, hát én azt gondolom, az élete változik meg egy ilyen rendezvény után, nem túlzok, de tényleg az élete. Hiszen olyan impulzusokat, olyan információkat kap egy ilyen közösségben, hogy azt gondolom, hogy utána gyönyörűen előre tud nézni, és kialakul benne is az a vízió, hogy ez az élet hogyan lesz igazán az övé, és hogyan tudja azt megvalósítani, amire valóban született. És hát éld azt az életet, amit szeretnél, azt az életet, amiben van lehetőséged utazni, azt az életet, amiben igazán az lehetsz, aki lenni akarsz. És hát mindezt vitálisan is jó közérzettel, hiszen a Forever termékek abban segítenek mindannyiunknak, hogy valóban jó közérzetben, fitten, energikusan, vitálisan éljük az életünket, mert a fizikai testünként hiszek ebben, és azt gondolom, hogy ez így is van, és el tudod talán te is fogadni, el tudjátok fogadni, hogy a testünk is azért van, hogy jól működjön, az egészségesnek, fitnek és vitálisnak született, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt fenntartsuk, életük végéig fenntartsuk, és találjunk arra módot, hogy ez fennmaradjon, és a Forever termékei megadják erre a lehetőséget. A legjobb az aloe vera gél, amit tudsz adni minden egyes nap folyadékformájában a testednek, úgy reggel egy feles formájában. És hát nézzétek meg, itt vannak azok a termékek, amik prémium kategóriás termékek. Olyan termékfejlesztés által jöttek létre, amik szerintem a világon egyedülállóak. És azt is tudnod kell, hogy a Forever csak olyan terméket hoz létre, és csak olyan terméket rak a piacra, ami a legjobb a kategóriájában. És itt az én általam használtaknak csak egy részét látjátok, de lefedik azokat a területeket, amit úgy hívunk, hogy bőrápolás, táplálkozás, kiegészítés, személyi higiénia, fitness, wellness. Remek jó termékeink vannak, a fit programok, amik igazán biztosítják azt, hogy fit és magas energiaszintű legyél. És hát pótolni tudod a termékek által azokat a tápanyagokat, amik bizony, ha hiányállapotot eredményeznek, akkor érzed, hogy nem minden okés. És lehetőséged van olyan készítményeket használni otthon a fürdőszobádban, ami biztos, hogy a legjobb a te bőrödnek, hiszen a bőr az a felület, amin keresztül nagyon-nagyon sok olyan anyag felszívódik, amit nem biztos, hogy igazán örülünk neki. Nos, hát a Forever termékek által lehetőséged van arra, hogy ezt mind-mind kikerüld, és igazán jól táplált tested és jól táplált szervezeted legyen. És ez a kép, ez most decemberben készült a férjemmel Pattaján, ahol mi az Eagle utazás kapcsán tudtunk részt venni. És ez az egyik olyan program, amikre én évekig nagyon-nagyon szerettem volna utazni. És ez az egyik kedvenc mondatom, és egy network marketing üzletben itt a Foreverben azt kell tudnod, hogyha te eleget segítesz másoknak, hogy megkapják, amit ők szeretnének. Tudod, amiben mindenki az lehet, aki lenni akar, vagy mindenki azzá válik, ami lenni akar. Ha törzsvásárlónak, akkor törzsvásárlóként segítesz, ha nagykeráron szeretné vásárolni terméket, akkor annak nyilván segít ebben a szponzorod, a mentorod, akitől megkaptad ezt a mai linket, hogy ezt hogyan fogod tudni megvalósítani, tehát nem egyedül kell. Akkor te meg fogod kapni mindazt, amit te szeretnél ebben az üzletben. Bármit, és tényleg. És ez azért nem túlzás, mert olyan vállalatóriásról beszélünk, amelyik folyamatosan, és hát a vezetőség, akik folyamatosan azt nézik, hogy hogyan tudnak minket egyre nagyobb és nagyobb mértékben motiválni arra, hogy egy még szabadabb és még bőségesebb és egy még gazdagabb életet éljünk meg. És az az igazság, hogy
akkor is megértelek abszolút, hanem most azt mondod, hogy úristen, ez egy kifi, meg hát ez a csaj, hogy el van már, milyen lelkes, és mennyire, milyen dolgokról beszélt ebben a webinárban. Hát az a helyzet, hogy képzeld el, hogy ezeket tapasztaltam meg, és valószínűleg az az ember is, vagy ha nem, akkor az ő mentora, valószínűleg biztosan ugyanezeket megtapasztaltam el. Úgyhogy igen, a network marketing az, ami nagyon-nagyon nem a hagyományos vállalkozás, és nagyon-nagyon nem a hagyományos alkalmazotti lét. És ha te ezt érzed, hogy itt most valami nagyon másról van szó, mint amit te eddig megtapasztaltál, akkor azt mondom neked, hogy igen, jól látod, abszolút jól látod, abszolút jól látod. Mire van szükség a te sikeredhez? Hát az, hogy fektess ebbe a vállalkozásba időt és energiát. És legyél kitartó. Azért fontos a kitartás, és már itt kicsit közben előreugrottam ugye a harmadik sorra, mert egy vállalkozás felépítéséhez időre van szükség. Egy vállalkozás felépítése, ahogy egy hagyományos is, biztosan láttatok már fodrászokat, kozmetikusokat, és itt a szépségiparban sok-sok olyan embert, aki úgymond kiülte a munkahelyén, a szalomban azt, hogy megérkezzenek a vendégei. És egyszer még először csak egy volt, aztán lett több és több, és ahogy ő kitart, fejlesztette a vállalkozását, tanult benne, egyre profibb lett azon a területen, amin ő dolgozott, megért a sikerre. És akár beszélhetnék én a saját edzőim munkámról is, hogy, mert ugye aerobik edzéseket tartok már több mint 20 éve, ott sem úgy indult nekem, ahogy nagyjából 10 éve elkezdtem a jelenlegi fitnessemben dolgozni, ez nekem már ma egyébként hobbi munka, imádom nagyon, és nagyon örülök, hogy tudom úgy végezni ezt a munkát, hogy igazából nem az anyagiak miatt kell ezt csinálnom, hanem a saját örömömre, és egyébként a vendégeim örömére is, bízom benne, hogy így van, tehát a visszajelzések ezt mutatják. Szóval nekem ott is szükségem volt kitartásra, hiszen először csak egy-egy ember jött az órákra. Aztán lettünk szép lassan, most már többen, 10-15-en, és gyönyörűen működik, de az elején nem így volt. De ki kellett tartsak, nem azonnal jött a siker. És ha végig gondoljuk, akkor tulajdonképpen nagyon nincs olyan tevékenység, amiben azonnal jönne a siker. Ugye egy kisbaba is hányszor próbálkozik, mire sikerül elindulnia, majd aztán szaladni tud. Hányszor? Nagyon sokszor. Nagyon-nagyon sokszor. Ebben a vállalkozásban is arra van szükség, hogy kitartóak és elkötelezettek legyünk. Elkötelezettek legyünk, tudjátok mi iránt? A saját sikerünk iránt. A saját sikerünk iránt kell, hogy elkötelezettek legyünk igazán. És időt, energiát befektetni pedig még egy picit visszatérnék ide. Sokan szokták kérdezni, hogy és mi kell ahhoz, és mennyi idő kell ahhoz, hogy meg mennyit kell, hogy csináljak, és mennyit kell, hogy dolgozzak, hogy sikeres legyek. Egy vállalkozásban én azt gondolom, az a helyes hozzáállás, hogyha azt mondja az ember, úgy gondolkozik, hogy csinálom, amíg meg lesz a siker. Ugyanis nem tudjuk azt megmondani, hogy kinek mikorra lesz sikere. Mert nagyon különbözőek vagyunk, nagyon mindenki más személyiség. Dolgozd ki a sikered. Dolgozd ki az időd, dolgozd ki az energiád, dolgozz addig, amíg sikered nem lesz. Nekem ez a tanácsom ebben a vállalkozásban. Tanulj és fejlődj. Kérdezd azt az embert, akitől ezt a webinárt kaptad, hogy mi a következő lehetőség, ahonnan tudsz tájékozódni, hogy mit adhat neked a network marketing. Én személy szerint leginkább, és ez egyébként közös ajánlott könyvünk is, úgyhogy azért merem ezt mondani, hogy a Kiyosaki, Robert Kiyosakinak az üzleti iskola könyvét mindenképp ajánlom, hogy olvasd el, mert akkora megértést ad, és adott nekem is, aki soha életemben nem voltam vállalkozó, de még a családunkban sem volt vállalkozó. Tehát igen, meg kellett azt értsem, hogy tulajdonképpen hogy is van ez a pénz, szabadidő, stb. És mire van nekem lehetőségem, hogyha alkalmazott vagyok, és mire, hogyha vállalkozó. Hát nagyon nem mindegy. És mire, hogyha üzlettulajdonos, mint ahogy itt erre a Foreverben van lehetőség. Tehát a tanulás és a fejlődés nélkülözhetetlen. Hiszen mindannyian a jelenlegi tudásunkkal odáig tudtunk eljutni, ahol most tartunk. Ha többre is lenne lehetőségünk a jelenlegi tudásunkkal, akkor már többnél tartanánk, több nagyobb eredményeket tudtunk volna elérni. Tehát a fejlődésre ezért van szükség, nem azért, mert most nem vagyunk jók, hanem azért, mert az embernek bizony rá kell jönnie arra, hogy igen, nagyobb bőségtudatot szükséges kialakítani. Igen, tudok én jobban is kommunikálni, igen, tudok a termékekről beszélni, hiszen ha használom, akkor tudok róla beszélni másokkal. Sokan azt szokták mondani, hogy de hát én nem tudok eladni. Nem is kell, figyelj csak, a termék eladja magát. A termék eladja magát. Ezek a termékek
úgy vannak kifejlesztve, hogy az előbb is beszéltem róla, hogy neked nem kell eladnod. Tudod, mit kell használnod, és beszélned a saját tapasztalataidról. Ennyi. És a termék működni fog. Ennek a terméknek nem kell hagyományos reklám, hogy úton, útfélen az emberek azt hallják a tévéből, rádióból, rólaspaketokból, hogy ez mennyire jó. Elég, ha te azt mondod az ismerősödnek, hogy ez jó, mert ott van mögötte a tapasztalatod, és adsz neki egy mintát, és kipróbáltatod vele, és lát téged, látra, és egyébként nem mellékesen látja rajtad azt, hogy te ezeket használod, meg lesz elégedve vele azzal a Deostift-tel, a First-tel, a C9-tel, a Fit programokkal, a Gél-el, hogyha iszta. Higgyél nekem, ebben egészen biztos, hogy ez így fog történni. Aztán szükség van még arra, hogy nyitott legyél a változásra. Ne ragaszkodj azokhoz a gondolati mintákhoz, azokhoz a dolgokhoz, azokhoz a leginkább gondolati mintákhoz, amiket korábban. Tehát ha te láttad valakinél, hogy hogyan csinált ezt az üzletet, és ez neked nem volt szimpatikus, akkor most arra kérlek, felejtsd el. Te itt ma valami egész mást hallottál, és hallgass arra az emberre, valószínűleg egész mást hallottál, mert ha nem tetszett, akkor nem egy ilyet hallottál, én úgy gondolom, hanem akkor egy egész, akkor más. De hát semmi gond, sokan építik ezt az üzletet, nem mindenki szimpatikus mindenkinek, és én arra biztatlak, hogy az már a múlt, és felejtsd el, és legyél nyitott arra, hogy nézz körül most, nézz körül a mostani éneddel, és nézd meg most, hogy most aktuális jelenben mit adhat neked ez a vállalkozás. És ugye itt nagyon sokat beszéltem Kiyosakiről, és itt látjátok őt a baloldali képen, és én nekem ez nagyon fontos üzenet volt, amit itt tőle olvashatunk, hogy a leggazdagabb emberek azt nézik, hogy azt keresik, hogy hogyan tudnak hálózatokat építeni, míg mindenki más munkát keres eközben. És a hálózat az, ami neked igazán pénzügyi és időbeli szabadságot tud adni. Nem véletlen, ezért érje Kiyosaki. Persze tudom azt is, hogy a hagyományos oktatásban az embert jó alkalmazottnak nevelik, ezt tanítják, és az ember nagyon be van ott rögződve, hogy oké, de nekem kell a biztos pénz, meg hát, ha jobban belegondolsz, nem biztos pénz egyébként az alkalmazottság, bármikor. Én pont ma beszéltem egy hölgyel, aki azt mesélte, hogy egy kolléganőjének adja oda ennek a mai webinárnak a linkjét, mert éppen most küldték el a munkahelyéről. Csak úgy hip-hop, pedig nem ment tönkre a cég, még működik a vállalkozás is. Úgyhogy hát vannak ilyen érdekes dolgok, tehát érdemes belegondolni, hogy hol találod igazán a stabilitást. Én azt gondolom, hogy saját magadban van a stabilitás, saját magadban, a te döntésedben, a te munkádban, a te fejlődésedben ott van a stabilitás, ne máshol keresd, ne egy multicégnél. Persze nyilván nem mondhatod azt, hogy egyik percre a másikra, vagy nem tudom, hogy mondhatod-e, de lehet, hogy nem mondhatod, persze ez a te döntésed, hogy oké, akkor most 100%-ban csak ezzel fogsz foglalkozni. Építsd fel ezt a vállalkozást, beszéltek meg a mentoroddal, hogy hogyan fogod te megvalósítani, amit te szeretnél, de minden esetre, ha már a jelenlegi mellé oda teszed egy plusz jövedelmi forrásnak a network marketinget, akkor én azt gondolom, hogy első lépésként ezzel te már nagyon jól fogsz járni. És hát ami nagyon fontos még, és ugye itt a gondolkodásmód, amit én Brian Tracy-től tanultam, és már a kezdetektől itt volt velem ez a mondat, hogy azon járon elveszed állandóan és folyamatosan, és mindig-mindig arra gondolj, amit el akarsz érni, és ne pedig azon, amitől félsz. Sose foglalkozz azzal, amitől félsz. Vagy ha egy picit is eszedbe jut, hogy mi az, amit nem szeretnél, akkor azból fogalmazd meg, használd azt arra, hogy megfogalmazod, hogy oké, és mit igen. Tehát ha van egy negatív helyzet az életedben, akkor lépj azon túl, és nézd meg azt, hogy oké, na akkor ezt nem, de mi az, ami felé viszont tartok. És végezetül azt szeretném neked mondani, hogy nagyon szeretem, és ma jött szembe velem ez a mondat, amit már sokszor hallottam korábban, de így a webinárral készülve, és hogy mit adjak én át nektek itt ma este, jött ez a mondat ma, és az az üzenetem ezzel, hogy legyél szerencsés, és ebből már az egyiket megkaptad ma, a lehetőséget. Mert ugye a szerencse nem más, mondják, mint a lehetőség és a felkészültség. A felkészültség találkozása lehetőséggel. És ha te felkészült vagy arra, hogy változtass az életedem, akkor a lehetőséget most ma este megkaptad. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy én ma beszélhettem nektek ebben a webinárban, és visszaadom a szót Évinek nagy szeretettel. Köszönjük szépen, Bebe. Igen, azt gondolom, hogy mindenki megkaphatta a lehetőséget a kezébe. Ez a nagyon lendületes, korrekt, átlátható, érthető
előadást, és ugyanígy építed az üzletedet is, úgyhogy ez a dinamika, ez benned van, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neked, de köszönjük szépen a mai estét.